Két teljes csoportfordulón van túl a férfi kosárlabda Euroliga, a sportág elit csapatainak sorozata a kontinensen. Az élen a hatosokban egyelőre az Isztambul, a CSK, a Moszkva, a Fener és az Olimpiakos. Nálunk ma este az Anadolu FS Zalgiris Kaunas csúcsmeccs élőben, itt a stúdióban pedig a Puskás Artur Rádonyi Kristóf Digis kommentátor kettős elemzünk Sziasztok, jó reggelt kívánok! Okay. Két forduló után hogyan jellemeznétek a, a tájképet, a terepet? Voltak-e számatokra igazán nagy meglepetések eddig? Különösebb meglepetés szerintem nincs. Picit a Real Madrid álmoskásan kezd, keresgélik önmagukat, de ezt talán benne van a pakliban, akkor, amikor öt játékost is megpróbálsz beépíteni a, a csapatodba. Azért akik jók voltak, tavaly is, azok szerintem jók idén is. A Maccabi gyengült, ez teljesen egyértelmű, elveszítették a vezetőedzőjüket és a húzó embereik javát is, de szerintem az erőviszonyok különösebben nem változtak. Hát akkor lehet mondani, hogy, hogy az a Makabi moszkvai vereség az éppen ezért nem nevezhető a nagy meglepetésnek a gyengülés miatt? Szerintem igen. Artur, te látsz -e, van-e számodra kellemes meglepetés? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó látni a Real madrid kontrasztba állítva Barcelonát, amely szintén öt embert cserélt ki, de náluk sokkal zöggenőmentesebbnek tűnik ez az átalakítási folyamat. Talán azért, mert több olyan fiatal játékos érkezett, aki inkább éhes a sikerre, a csapat sikerre, mint mondjuk a Real Madridnál, ahol nagyon sok olyan spiller van, aki csapatban sok mindent elér, de most inkább kicsit ezt az egyéni vonalat erőlteti, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy a két gigász, hogy folyik együtt fej-fej mellett haladni a csoportban. Na, értelek, tehát az a, a maguk kis a klasszikójára. Igen. Na, azt nézzük meg, hogy viszont az alsóbb régiókba, akiket, hát ugye végső győzemre nem tartunk esélyesnek, de mint ők esetleg, hogy tenisz kifejezést alkalmazunk. Szóval, hogy, hogy ilyen kis feltörekvő, mocorgó, ügyes csapatok, melyek tetszenek nektek? Az Asszárihoz kötődünk, Egy teljesen fura, Európában ritkán alkalmazott játékstílussal dolgoznak, nem különösebben okos kosárlabdázókkal próbálják végrehajtani ezt a játékot, futnak, ugranak, próbálnak a lehető legtöbbet rádobni, és hogyha éppen olyan napjuk van, akkor szerintem bárkit legyőzhetnek. Legutóbb, amikor láttuk őket, itt a Sporton, akkor pont nem egy ilyen napjuk volt, de így is szoros meccset tudtak játszani egy jó ellenféllel. Bárki játszom majd velük. Idegenben biztos, hogy nehéz lesz nyerni Olaszországban, amit az FS meg tudott tenni egy hete. De ott a Sassari, aki egy üde volt, szerintem az idei Euroliga szezonban. Az orosz csapatok a CSK a Moszkván kívül veszélyesek lehetnek még akkor is, hogyha nem kezdtek jól az Euróligában szereplő orosz csapatok. És persze a törökök, akikkel mindig úgy vagyunk, hogy talán elérhetik a Final Four, de nem tudjuk, hogy, hogy valóban eljutnak-e odáig. Hogyha ott minden összeáll, akkor a keretek azok alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy legyen itt végre valahára egy török négyes döntős csapat. És az egyértelmű, hogy a, a, a törökök közül az FSZ a legerősebb? Egyértelműnek nem nevezném. Uh -huh. Ott is komoly dolgokról hallani a háttérből. Az fsz nél nyugalom van, úgy tűnik. Ott nagyon sok olyan játékos hozott oda, ugye a legendás Ivkovics mester, akik bizonyítani akarnak, mert ilyen olyan okokból az utóbbi egy-két évben nem úgy alakult a karrierük, ahogy szerették volna. Ott nagyon szépen összeállt a csapat már most, amellett, hogy bátran nyúl a nagyszerű fiatalokhoz Ivkovics. Még ugye ott van a Galatasaray kontraszként, ahol uh, fantasztikus névsor van, tehát van 15 kiváló játékos, viszont uh, anyagi gondokról plegykálnak. Nagyon-nagyon várjuk mi is, Kristóf, hogy november 1-ig adtak az ügynökök határidőt uh, ároljóék vezette csapatnak, uh, mármint a játékosok csapataként, hogy uh, elmennek-e november 1 és borul-e a maradnak. Én személy szerint, ha kiegészítettem a Kristóf által fővázolt Sasszális vonalat, akkor úgy gondolom, hogy üdes színfoltnak, már furcsa ezt kimondani, hogy egy Bayern München kapcsán, hogy a kosávdában gyakorlatilag újjak itt a, a top küzdelmekben, második éve vannak ugye az Euroligában. Szerintem a Bayern München lehet az, amely nagyon komoly csodát tehet. Hát igen, az ember ránéz mondjuk erre, amikor egy Bayern münchen Milánó párosításra, és akkor mondjuk a foci párhuzamokat keresi, és hát azért még nem ugyanaz, igaz? Két pontot kaptak ki Barcelonában, ha már itt a, a rangadókat mm. próbáljuk meg feleleveníteni, labdarúgásból átmentve kosárlabdára. Jó lesz a Bayern idén, ez egyértelmű, kiváló edzőjük van. Európa-bajnokságot is nyert Németországgal a, a Bayernnek a, a vezető edzője, Pesic. Kiváló a keret, fiatalok, sikereihesek, bárki meg fog majd szenvedni velük. Az egy nagy kérdés, hogy hogy, hogy bírják majd el ezt a, a, kettős terhelést, amiben tavaly belekóstoltak, de tavaly még tényleg tét nélkül kosárlabdáztatok. Idén szerintem úgy vannak vele a Bayern vezetői is, hogy azért most már, -e most már villantani kellene valamit, igen. Azt nézzük meg, hogy a, ha a csoportokon végigmegyünk, akkor a, a jutásért, hol, mely hatosokban várjátok a legnagyobb csatát? Én úgy gondolom, hogy egy olyan csoport van, amire nagyon sokan legyintenek, ugye ez a Kaunas Novgorod Sassari, nagyon sok újonc van, illetve olyan csapat, amely kisebb büdzsével dolgozik. Ugye ott tűnik torony magas favoritnak a Real Madrid, de hát pont ugye a Digi Sport képernyőn láttuk, hogy egy utolsó másodperces Jújkosárral tudtak nyerni Oroszországban. Ettől függetlenül a Real nyilván tovább jut. Az a csoport, ahol úgy gondolom, hogy kevesebb a, a nagyobb név, viszont ott is ördöklő harc lesz hogy én most további jutókat, meg esélyeket mondjak, nem azért, mert kitérnek a kérdés elől, de elképesztő, még csak most kezdődött ez a sorozat, és már most is voltak olyan eredmények, amik után csak kapkodjuk a fejünket. Akkor meglehetősen nyílt és nagyon izgalmas sorozat lesz ez véletlenül egészen végig, Göz, Hogyha ennyire nem lehet kiszámítani az elvileg papírforma ellenére sem a fejleményeket. Igen, rengeteg szoros mérkőzés volt idén is, mint ahogy azt megszokhatták már az Euroliga állandó nézői. Minden meccsnek komoly tétje van, különösen igaz lesz ez majd a, a top 16-os csoportkörre, ahova azért én úgy gondolom, hogy a, a legnagyobb nevű csapatok így vagy úgy, de, de be fognak sliszolni. Nehéz dolgozni ilyen szempontból a, a, a kis csapatoknak. Kell két olyan légiós, akire nem számítanak, kell három extra mérkőzés, de megoldható az is, hogy, hogy legyen meglepetés. Én a Maccabi továbbjutását azt nem venném biztosra. Uh -huh. A, a, hagyományos nagy hatalmak, idézőres nagy hatalmak közül. Jelen pillanatban egy úgynevezett kis csapat és a nagy nevek, a nagy klubok, a nagy büdzsével rendelkező klubok között mekkora a anyagi tekintetben a különbség? Mekkora lehet a különbség? Én azt gondolom, hogy szerintem van egy felső ötös hatos, tehát ahol egy CSK Moszkva, egy Real, egy Barca, mondjuk egy Kazán tartozik, és ugye megvették gyakorlatilag a fél Milánót ebből. Tehát ők vannak így 5 hatan akiknek még ezek között a csapatok között is óriási a büdzséje. utána van egy komolyabb középréteg, de úgy gondolom, hogy ha mondjuk egy Novgorodot össze kell hasonlítani egy CSK Moszkával, akkor legalább ott van azért egy háromszoros, négyszeres különbség összbüdzsében. Aha. Na, most akkor tehát ma egy Isztambul Kaunas, igaz? Ugye Ivkovics mesterről már szó volt, alapvetően idegen légiósokra alapozza a csapatát. Mi várhat ettől a mérkőzéstől? Mi lehet a törökök gyenge pontja? Egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen gyenge pontjuk. <laughs> Nem azért, hogy megcáfolja magát a, a kérdést, egész egyszerűen láthattuk az olimpiákhoz élén is a, az öreg galambázt, aki imád galambokkal foglalkozni, ezért, ezért a becenél, amit tőlünk kapott. Valahogy a játékosaival is szót érte. Az első fordulóba belerugott az egyik irányítójába, aki valamit legyezgetett neki, meg Nem nagyon foglalkozott vele, most lesz 79 éve. Uh, 71, éves 71 éves lesz október 29-én. De úgy, nem hogy... akarja abba adni. Nem, nem, Igen, És nem az, az, az iránytól, nem a galambás. <laughs> igen, a galambászról <laughs> beszélünk. Igen, szóval nem érzek gyenge pontot. Ami meglepetés az az, hogy a, a, a Kaunas elővarázs volt egy-két tehetséges hát Meg egy, egy, egy itt látunk, és ott vannak a fiatalok, igen. Igen, róla tudtuk, hogy, hogy jó lesz igen. Anderson, igen. ő azért a profiligában, és amikor játszott, akkor, akkor jó számokat hozott. Ilyen szempontból az NBA az érdekes, aki kap 30 játékperc lehetőséget, azért szép tud hozni. Hmm. Szoros meccset várok ettől a, a derbitől is. Kérdés lesz, hogy a, a, az FS nek a két szupertörpe irányítójával mennyire tud majd megbirkózni a két litván ifjonsz játékmester. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor, akkor valószínűleg simább mérkőzés lesz, mint amit előzetesen várni lehet. Hát reméljük, hogy jó mes lesz. Legvégül azt mondjátok meg, hogy mernétek-e vállalkozni a, a végső tehát a, a végső döntős tippelésre ennek a sorozatnak a végén. De vagy legalábbis arra, hogy mely csapat, mely csapatok lesznek ott bizonyosan szerintetek? Hát szerintem ott lesz a CSK, a Barcelona, én oda várom az olimpiákhoz, és mondok egy fekete lovat, vagy sötét lovat, én a Bayern-t oda teszem. Kristóf? Uh -huh. Artur Reált nem sorolta oda, a jelenlegi játékuk alapján nem is hiszem, hogy oda illenek, de szerintem ők ott lesznek, ott lesz a Barca is, és el tudom képzelni, hogy ha úgy alakul a sorsolás, akkor Barca eldöntő lesz majd az Euroligában. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor ma estére pedig hát egy jó meccset mindannyiunknak. Köszönjük. Köszönjük.